Megmutatni, hogy milyen nagy szükség van a biztonságos bicikli sávokra, megtanítani a biztonságos, helyes bringa használatot. Ez a célja a Velo Akadémia nevű projektnek, mely a svájci államfinanszírozás társfinanszírozásával a kibővült Európai Unió számára létrehozott svájci hozzájárulásból valósul meg három erdélyi városban, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában, és amelynek támogatási értéke közel 57 ezer svájci frank. Városunkban április 15-én pinteken kerül sor az első megmozdulásra, adta hírül a projekt udvarhelyi részét koordináló Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Kritikelmeszre várják a bringásokat. A gyülekezés 16 órától kezdődik a Bethlen negyedi Dávid Ferenc téren, főként diákok és családok csatlakozását várják a szervezők. 17 órakor lesz az indulás, a tömeg átkerekezik a városon, majd a városi parkba érve kezdetét veszi a játékos oktatás. Elsősorban családokat várunk a megmozdulásra, kis és nagyobb gyerekkel, családokat, főleg olyanok, akik pedáloznak, nyitudnak a biciklin, tehát nem lábbal hajtható kis bicikliseket. A felvonulásra lent a parkban lévő oktatásra jöhetnek a kicsik is, őket is már a zsengekorukban megtanítják az oktatók a helyes bringa használat szabályaira. Azért fontos, hogy mi is, és aki nem bringázik, az is lássa, hogy milyen sokan vagyunk bringások, illetve hogy együtt fel tudjuk fedezni a közös bringázás örömét. A program következő része az iskola másként hetén április 18-a és 22-e között valósul meg. Iskolákba látogatnak el a szervezők, ahol elméleti és gyakorlatban történő bicikli használatot, idevágó szabályzásokat és egyéb tudnivalókat oktatnak a diákoknak. A Velo Akadémia következő állomásai Marosvásárhely és Csíkszereda, de ősszel egy következő kritikelmesszel ismét megmozgatják az udvarhelyi bringásokat.